Nagy szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Véget ért az ősz, az alapozás időszaka, és újra labdarúgó mérkőzéseket, tétmérkőzéseket láthatunk itt a focipályán. Itt a második fordulóban a megyei első osztályban Makóra, ezúttal a Kistelek érkezett. Gyorsan be is mutatnám a két csapatot. A kék mezben szereplő Kisteleké kapuját Keresztes László őrzi, a mezőnyben Lajos Tamás, Szabó László, Tóth Tamás, Tóth Krisztián, Poják Csaba, Ungi Máté, Bosánszki Mihály, Fodor Máté, Lévai Mihály és Bosánszki Zsolt van. Kispadon mindössze ketten ülnek, Szatmári Attila Béla és Tóth Tamás István. A makai kezdőcsapatban sok-sok új nevet is felfedezhetünk, úgyhogy azt javaslom, tanulgassuk őket, hiszen rengeteg új fiatal játékos van a makai csapatban. Kapuban Szalkai Gábor áll, a mezőnyben Gilinger Márk, Juhász Jónás, Mány Tamás, Vajna Martin, Varga Csaba, Vas András, Horváth Károly, Cebe Norbert, Bakos Ádám és Kovács Zsigmond van. Kispadon Gilinger Bence a cserekapus, a mezőnybe Kardos Ákos, Bartuc Máté, Matusz Tamás, Varga Viktor, Mátó Gergő és Rankoncai Zoltán szállhat be. Ennyi tehát a két csapat összeállításáról. A mérkőzés Török Tamás vezeti, segítői pedig Dobai János, illetve Kis Richard. Úgy tűnik, hogy a kapuknál is minden rendben van, úgyhogy hamarosan el is kezdődik a találkozó. Ugye említettem, hogy a második fordulóban járunk, az elsőben a makkójak egy 2-2-es döntetlent értek el az ásott halom otthonában. Hát elmondom a tabellát, bár nagy jelentősége nincs, ezzel a döntetlennel a 8. helyen állunk a 17 csapatos bajnokságban. Míg a Kistelek 2-0-ra kapott ki otthon az Algyőtől. Így ők a 13. helyen tanyáznak jelenleg ugye 0 ponttal. És ott még a vendég Kispadnál akadnak gondok. Fel kell venni a meszt. Nem szabad félmeztelenül ülni ott a Kispadon, ezt vette ott észre a partjelző. Tehát rengeteg változás történt egyébként a csapat házatáján. Remélem, itt a meccs elején lesz rá idő, és el tudom mondani, talán nem forognak majd veszélybe a kapuk annyira. Talán a legfontosabb változás, ami legjobban érdekli az embereket, illetve a csapatra is alapos befolyása van, az, hogy Kassai Tibor lett az ügyvezetője a csapatot működtető M-Foci Kft-nek, és az új vezető edző pedig Méhes Tibor lett. Ugye Krucsó Ákos, illetve Frank Csabát váltották ők ketten. Pedig Keresztesig kellett hátraadni, aki nem is nagyon tudott vele mit kezdeni. Poják Csaba gurította neki vissza. Megkeresték Karsai Tibort a Kft-től, hogy elvállalná ezt a posztot és azt a sok-sok teendőt, ami ezzel jár. Ő pedig azonnal igent mondott, hiszen ugye korábban ő itt játszott, tehát rengeteget kapott az egyesülettől, és ő úgy nyilatkozott, hogy ezt szeretné visszaadni. Nem is volt kérdés, hogy elvállalja. Beadás a kapu elé, ott Bakos ért bele, illetve nem Bakos volt, bocsánat. De ott valaki beleért, de pont Keresztes kezébe ment a labda, nem tudta már irányítani, 17-essel talán Juhász Jónás lehetett. Ott pedig egy agresszív labdaszerzés, hogyha meg lenne, nagyon beszorulnak a vendég kékmezesek. Most tudták előre vágni a labdát, és még jó helyre is megy. Lajos jó helyt állt. Ez pedig kimegy, és a pirosak jöhetnek, a piros-fehérek. És ugye a vezető edzőt, az újat sem kell igazából bemutatni, főleg a makkójáknak, ugye Méhes Tiborról, alias Zümiről van szó. Ő pedig érzelmi döntést hozott azzal, hogy elvállalta ezt a feladatot, hiszen most rengetegen kiöregedtek abból az utánpótlás csapatból, ahol ő volt edző, tehát gyakorlatilag a saját, idézőjelbe, fiait irányíthatja egy osztállyal, egy kategóriába feljebb, ugye itt a felnőtteknél is nagy kihívás lesz számára, ezt nyilatkozta. És az lenne a cél, hogy őket minél tovább itt tartsák, és hogy minél több saját nevelésű játékos legyen a csapatban. Hát így sincs kevés, azt azért hozzá kell tennem. És Méhes Tibor még azt is kiemelte, hogy szeretne minél több nézőt látni a lelátón, hogy visszatérjenek a drukkerek a csapat mellé. Az elmúlt években azért nagyon üres lelátók előtt került sor a találkozókra. Most, ahogy körbenézek, az átlagnál kicsit nagyobb az érdeklődés, ha mondjuk a tavalyi szezont nézzük.
Hát egy újabb előre vágott labda, ezt most Tóth Tamás küldte előre, és Lajos Tamásnak megint csak jó. Úgy tűnik, hogy jól tudja megtartani a labdát a vendégek támadója. Juhász. Majd pedig visszaleg hátra. Bakos. Hátulról indult, el is adta a labdát. Hát ez látszik, hogy kontrákban bízik a vendég kistelek, és abban szeretne megindulni. Nagyon hátul játszanak, saját térfelükre visszazárnak védekezni. Itt viszont most a Makóval szabálytalan. Horváth Károlyra fújták rá. Látványos volt Tóth Tamástól. Ez viszont szabályos Vargától. És kié lesz a labda. Kis teleknél maradt. Tóth Krisztián gurította le hátra Bosánszki Mihályhoz. Szóval könnyelvű passz volt tőle, meg lehetne indulni. Most egy lövés, és keresztes kiütötte, pont megpattant előtt, elég kellemetlen volt az ő szemszögéből nézve. Annyi szerencséje volt, hogy nem volt kimondottan erős ez a próbálkozás. Ki tudta tornázni. Hát az első szöglet a meccsen. Tavaly egyébként november 15-én volt az első őszi mérkőzés, akkor 2-0-ra nyertünk itt, Hanvány Tamás szerzett 2-t. És a tavaszit mindjárt elmondom, csak lássuk a szögletet. Lehet ismételni. Vas András cselezgetett ott hetessel tőlünk. El is szállt a védője. Viszont még oda tudott nyúlni, úgyhogy jött az újabb szöglet. Vajna kéri el kicsiben, meg is kapja. Vajnak vissza. A bal lábán van, lehet, hogy lövés lesz, el is lövi, keresztes. Beleöklöz, de még mindig ott van a labda. És még mindig nincs kint. Tóth Tamás rúgta ki végül. Nagy a nyomás most a vendégkapu előtt. És keresztes Lászlónak már kétszer is kellett védenie, még ha nem is bevúr kategória volt, de azért ott kellett lennie. És lássunk egy nagy bedobást. Be is megy oda a kapu elé, de nem tudott odaférni már a makói támadó Vas. Ezt kifejelték, Varga. Rossz kísérlet volt, a labda nálunk maradt. Ez pedig nem lehetett les. Cebe. Vajna mutatja magát, ő adja be. Vány és mellé. Ez most nagy lehetőség volt. Szép volt a mozdulat is. Akkor csapatkapitánytól, de hát nagyon vissza kellett lábbal nyúlnia, nem tudta már jobban kapura irányítani. De az első 6 perc azért egyértelműen rólunk szólt. Volt ugye két távolabbi lövés, és most ez a harmadik. Kérdés, hogy mi meddig tudjuk ezt fenntartani, ezt a fajta nyomást. Ugye hát nyilván a vendégek meddig bírják. És akkor visszatérve még a tavaszi mérkőzésre, ami nem is volt olyan régen, május 31-én 5-1-re győztek a makkóiak a kistelek otthonában. Akkor Bány Tamás Mester 3-ast ért el, rajta kívül Kalász, illetve Tóth Timoteusz volt a gólszerző, utóbbi 2 nincs itt a mai napon nevezettek között. De azt azért kijelenthetjük, hogy Bány Tamás 5 gólt lőtt ezen a 2 meccsen tavaly. Úgyhogy elég valószínű, vagyis hát reméljük, hogy mai napon is azért beköszön Szalkai. Elég veszélyes volt, de végül is megoldotta. És a kistelek tehát még ugye nem szerzett pontot ebben a bajnokságban, mint ahogy mondtam, 2-0-ra kaptak ki az Algyőtől. Viszont a kupában mind a két csapat
remekül szerepelt. Szerintem akkor 11-0-ra győzte le a Forráskút csapatát, és a Kistelek is nagy arányban tudott nyerni. És hogyha ezeket nézzük, akkor a 7-es számú Vas András tőlünk a legveszélyesebb most, aki pályán van. Ő lőtt egyet az ásotthalmi mérkőzésen, a bajnokságban, illetve a Magyar Kupa mérkőzésen is. Eléggé hiányos volt a védekezés azon a találkozón, azt mondta Méhes Tibor, a Makói csapat edzője, mikor beszéltem velem. És ezt gyakorolták itt az elmúlt héten, az elmúlt hetekben. Illetve a helyzetkihasználást próbálták javítani, ez szabadrugás lesz. Illetve a beadásokat még. És hát arra számítottak, hogy felállt védelem ellen kell majd játszani. Ez látjuk, hogy be is jött. Szerint a saját tér felén védekezik folyamatosan a Kistelek. A cél pedig nem is lehet más, mint a győzelem. Főleg ugye azt nézzük, hogy hazai mérkőzés. Most mutatkozik be igazából a felnőtt csapat edzőjeként itt hazai pályán. Tehát ezért motiváció van bőven. Lássuk a szabadrugást. Egy variáció után Varga nem tudott jól beleérni, majd pedig a védők felszabadítanak. Ungi Máté vágta előre. Bakos forgolódik. Gilinger, miközben Gilinger Márk. Bakos. Újra Gilinger. Átteszi a másik lábára és betör három védő közé. Nagyon szép cselek után, mi mindig nála van, de lőni nem tudott. Bakos érkezik lendületből, és egy utolsó pillanatos becsúszás. Polyák Csaba ért még oda, és még pont visszapattant Bakos rúgása. Csak a lövés hiányzott ebből az akcióból, benne volt minden. És a remek cselek voltak ott Gilingertől, illetve Bakostól is. Maga a felismerés, hogy ő ott felmehet a bal oldalon, sőt, még helyzetbe is kerülhet. De lőni már nem tudott egyikük se. Ungi. Lévai felé. Nagyon hamar elhalt ez a vendégakció. Voltak változások a játékos keretben is. Miközben labdát szereztek a vendégek, és meg is indulnak. És ez egészen eddig tartott ez az akció. Tehát Győri András és Szilvási János a Deszk csapatához szerződött. Köteles Attila Apátfalvára, Tóth Attila pedig Vásárhelyre, akik ugye már egy osztállyal feljebb az NB3-ban szerepelnek. A helyükre érkezett az a sok-sok fiatal az U21-es csapatból, amelyik egyébként az U21-es bajnokság másodosztályában szerepelt a délkeleti csoportban. És ott nem is értek el egyébként rossz eredményt. Nagyon szép csapat Gilingertől most a beadás. Keresztes vetődik, üres a kapu, Bakos, és mellé ment. Ez hihetetlen, ez hogy mehetett mellé? Szinte, hát nem mondom, hogy kapuval szemben, mert körülbelül a jobb kapufának a vonalába volt. Vagy lehet, hogy még kijebb, de ezt illett volna. A kapus a földön. Ott a védők akadályozták még azt, hogy felkeljen. És hogy helyezkedni tudjon. Mindenki csak nézte, hogy hova fog kerülni a labda, de mellé mentem a kapuba. És egyre nagyobbak azért a helyzetek most már. Várunk az első gólra. Lévait keresték ezúttal is, de jól működött a védekezés. Varga. Gilinger. Bány fordul. Vendégkapu felé. Elvették tőle.
és Léva is segített be most védekezni, majd pedig ott bemegy a támadó harmadba, viszont nem ő kapja a labdát, Kovácsnak kell figyelnie, aki egy egészen érdekes megoldást választott, nem biztos, hogy direkt akarta így. Ez nagyon szép volt Vastól, megindul a vonal mellett. Most van a második védő is ott van, és ezt lehet, hogy vissza fogják fújni, így is van. Hiába mutatja ott 9-essel a Polyák, hogy igazából nem ért el a társa, Tóth Krisztián. Mégiscsak volt kontakt, amitől egyértelműen lelassult Vas András, és nem tudta beadni a labdát, vagy kapu felé indulni. Ez egy jó döntés volt a játékvezetőtől. És szinte egy szöglettel felérő szabadrugás lesz majd. Ez egy kicsit messzebb lesz az alapvonaltól. Kéttagú sorfalat kért keresztes a kapuban, biztos, ami biztos. Bár ebből a szögből inkább beadásra számíthatunk. Így is van, és ott elmegy mindenki előtt, most érnek bele, és ott a gól. Bakos. A 14. percben megszereztük a vezetést. A sokadik helyzetünket most már gólra tudtuk váltani. Akinek ez az első gólja ebben a bajnok idényben. Hogyha hozzáveszük ugye a kupa találkozót is, akkor a harmadik találkozó. Pedig elsőre úgy tűnt, hogy ott el fog menni mindenki előtt, de ott három makó is ott volt már. Valakinek már muszáj volt beleérnie. És most kell valahogy változtatni a játékán a Kisteleknek, hogyha esetleg az egy pontot haza szeretné innen vinni. Bár azt nem tudom, hogy nekik mik a céljaik ezen a találkozón. Bár most azért kijebb merészkedtek. Lajos tartotta meg. Csak szabálytalanság árán tudtuk elvenni tőle a labdát. Szabó László 7-essel a labda mögött. És legjobb tudomásom szerint ő az egyedüli olyan játékos a Kisteleknél, aki játszott magasabb osztályban, méghozzá az NB3-as Csongrádot erősítette még korábban. Ez a szabadrugása viszont nem volt túl jó. Vas próbált labdát szerezni, és Kovács. Egyébként pedig les volt. Cebe. Ezen a mérkőzésen, kérdés, hogy a szezonban is így lesz, de ezen a mérkőzésen most középhátvédet játszik, ugye tavaly még a bal oldalon szerepelt Cebe Norbert. Gilinger kap közben ajándék labdát, de egy picit kisodródik, és a csel sem jön be, neki elcsúszott, nem tudta már megkerülni a védőjét, de szépen oda rúgták neki azért. Kékmezesek, talán meg is lepődött egy pillanatra. Ebből most nem született gól. Ungi. Vissza Bosánszki Mihályig, ő ívelte fel. Kovács. Tehát ugye visszatérő Bakos Ádámra a gólszerzőről, pedig ugye még támadót játszott, csatát játszott a tavalyi szezonban. Most ő került oda a bal hátvéd helyére. Azt pedig Makói szabálytalanságot látott Török Tamás, játékvezető. És a következő már sárga lapot fog érni, figyelmeztette ott Gilinger Márkot. Odarugott egy kicsit. Varga birkózik Tóth Krisztiánnal, végül haza tudta adni Szalkainak. De nagyon nehéz helyzetből kellett kihozni, de sikerült.
már a labda nem lett a miénk. Bosánszki Zsolt szedte össze, most ő passzolja fel. Fodor. Nem sokszor kell átmondani a vendég játékosok neveit, hiszen az elmúlt 18 percben nem volt náluk sokat a labda. Varga fejelte vissza. Bosánszki Mihály. És mi mindig nála van Bakossal fut versenyt. Szöglet. Nem kirúgás, még rá tudta valahogy pöttyinteni Bosánszki Mihályra, aki előre merészkedett. Közép hátvéd létére ott volt most a Makkui kapu előtt. Bedobás. Bakos előre, eladta. Megindulhatnak a vendégek. Egy picit feljebb is merészkedtek egyébként, most már nem ott a felező vonal és a 16-osuk között védekeznek, hanem picit előrébb. Ez most mintha meg is zavarta volna, vagy legalábbis gátolja most a hazaiakat, hogy közelebb tudjanak jutni a kapuhoz. És hát ennek is az eredménye talán. Ez a labdaszerzés viszont most nagyon rosszul vette át Tóth Krisztián a labdát, de mentségre legyen mondva, hogy próbálj utána megszerezni kevés sikerrel. Juhász. Gyönyörű passzok után ványlő egy kapufát, ami visszajön a játéktérre. Bakos összeszedte a labdát. Utána Gilinger már nem tudta megtartani ott Fodor mellett. Látjuk, hogy fizikálisan azért erősebbek egy kicsit a kis telekiek. De ezt írjuk annak a számlájára, hogy nálunk azért tényleg nagyon sok fiatal van a csapatban. Lévai. Nem jutott el Tóth Tamásig az indítása. Bosánszki Mihály rúg egy óriási gyertyát, és lehet, hogy kint sincs. Nincs kint, ott pattog a vonal előtt. Vajna ugrott. Valaki levehetné most már. Most ez meg is történt. És nem volt szabálytalanság, hiába állt meg Gilinger. Viszont szép csáv volt ott Vajnától. Más kérdés, hogy elvesztettük, és elég kapkodó most a játék itt az elmúlt két percben. Horváth. Vány kéri el, Juhász mellette. Csak visszafelé tudja adni. Horváth és Kovács játszik össze, de az kint volt. Pontatlan volt a visszaadott labda. Bosánszki Mihály. Elrúgt a keresztbe, de Bakos könnyűszerrel megelőzte a csatárt. Fontos még elmondani itt a Makkui csapat házatáján, hogyha elmondtam majd a legfontosabb információkat, hogy volt azért történés a nyáron. A csapatot működtető gazdasági társaságot, ugye, amit M-Foci Kft. Néven ismerünk, azt megszerezte Ménesi Gábor, ugye a csapat korábbi elnöke, és ugye ő nevezte ki Karsai Tibort ügyvezetőnek, méghozzá egy tanácsadó testület jóváhagyásával, amelynek tagjai Budai László, a Makkói munkaügyi kirendeltségnek a vezetője, Cirbus Gábor alpolgármester, ugye a csapat korábbi kapusa, Dancsi István vállalkozó, és az ő segítségükkel, illetve javaslataik alapján jutottak el Karsai Tiborig és Méhes Tiborig. De fontos hír továbbá, hogy ismert ugye, hogy az önkormányzat, illetve a Marosmenti utánpótlás futballklub beadott egy közös, ez szabadrugás lesz, egy közös TAO-s pályázatot, amely ugye lelátó és öltöző felújítást
tartalmazott, és múlt héten tartottak egy szurkolói ankétot itt a csapatnál, és ott elhangzott, hogy egyébként nyert a pályázat, néhány apróság van még hátra, de egyébként hamarosan, elméletileg hamarosan elkezdődhetnek a tényleges munkák itt a Vasaspályán, és ezt a nagyon régi, korszelűtlen lelátót is, ugye az öltözőket felújíthatják teljes egészében. Ezekről a későbbiekben lesz majd bővebb tájékoztatás a csapat részéről. Szöglet kicsiben. Juhász adja be. Fejes nincs, de még mindig ott pattog. Most Ungi úgy tűnik, hogy fel tud majd szabadítani. És csak a felező vonalig jutott a labda, vagy addig se. Bányhozhatja. Elindul egyedül. Elvitt egy pár ember mellett, majd pedig spiccel. Kirúgás. És a keresztes László szitta le a védőket. Miért a jobb lábára figyelnek a makói csapatkapitánynak, mikor mindenki tudja körülbelül az egész megyében, hogy ő ballábas. Poják előre. És egy kicsit sokat várt Tóth Tamás. Máskor is, hogy letaglózta, őt egyszerűen letarolta. Kovács. Jött a bokát fájlalja egyébként, hogy lehet, hogy egy picit véletlenül meg is taposta ott Kovács. Vendég a 9-esét. Illetve a 4-esét, bocsánat, Tóth Tamásról van szó, ugye? Itt azért a kispadon nem aggódnak, értem, meg kell mondanom, mert körülbelül mindenki nézi, hogy a saját játékosuk ott, mert jó egy perc ott fekszik, és fájdalmai vannak a bokájának. Varga tisztázott. Lajos. Elszedte tőle Juhász, meg pedig Bánnyal kényszerítőzik. Itt van, nem új volt, bocsánat, Gilingernél van a labda. Még mindig viheti a védőkre. Bány érkezik lendületből, és valahogy nála marad. Viszont ez már pontatlan volt, jó helyen állt Ungi Máté, és kicsit kijebb tudta gurítani a labdát, de nem ment ki. Ez pedig a kapu mögé hullik, ez a beadási kísérlet. Elég könnyen zavarba hozható ez a védelem. Most is erre láttunk példát, sőt, még szöglet lesz, akkor még valahogy beleért. Vagyis súrolta pontosabban Tóth Tamást vendégektől. Szöglet rugás. Tehát, hogyha komolyabb letámadást folytat a csapat, akkor szinte azonnal elvesztik a labdát, nem nagyon tudják megtartani. Vajna, ez a kapusé. Lajos szeretné a labdát megszerezni magának, de Varga jobb helyzetben volt, utána pedig azért elég csúnyán odarugott, de úgy tűnik, hogy semmi komoly nincs Varga Csabával. Juhász. Hosszan kapta. El is vesztette a labdát. Szabó. Tóth Tamás megint csak nem tudta előrevágni a labdát. Szebe beállt alá. És kilökte. Ez ugye pedig szabálytalan. Újra csak Lajost keresik, aki lő ballal, és elmegy a kapu előtt. Hát talán, hogyha jobban figyelt volna ott túloldalt a társ, illetve aki ott volt középen, és beleteszi a lábát Fodor Máté, akkor veszélyesebb lett volna, így viszont elpattogott ott a kapu előtt.
Kovács kéri el. 28. percben járunk. Az első játék rész. Nagyobbik. Fele nagyobbik része már eltelt bőven. Továbbra is 1-0 az állás. Varga. Mindig ott van a labda. Bakos kapja a 16-os sarkánál, de ott a becsúszó szerelés megakadályozta, hogy kapu felé tudjon rontani. Viszont megint csak elvesztik a labdát a kis telekiek. Viszont ez most egy jó indítás volt kivételesen. De mire ezt kimondtam, Bakos mellé is vette, tehát ezt mondtam itt az imént is, hogyha komolyabban oda mennek a makkuljak, akkor nem igazán tudnak labdázni a vendégek. Ebbe hozza. Bány jön vissza labdáért. Szabad rugás lesz a makkujáknak, próbált talán előnyszabályt alkalmazni a játékvezető, de látta, hogy Bakos azt nem tudja már elérni ott az oldalvonal előtt. Lehet újra építkezni. Az ott nem volt semmi, keresztes begyűjtötte. Gringer. Juhász kéri el a középüt, meg is kapja. Juhász viszi még, és nem lő, helyette kidobja ide jobb oldalra. Ez így hosszú. Vagy hát, hogy nem volt hosszú, de Vas András, mint hogyha nem is figyelt volna, vagy nem tudom. Mint hogyha azt hitte volna, hogy ilyen kocogással eléri a labdát, nem így történt. Viszont elég nehéz helyzetből kell a bedobást elvégezni a kékmezeseknek. Szabó végül is előre tudta rúgni. Ott elég magas láb volt, de a játékvezető nem fújt. Nagyon harcos Lajos Tamás. Meg is szerezte a labdát. Bedobás. Meg pedig lehet ismételni, annyi különbség, hogy most kék mezes játékosnál lesz a labda, nem pedig fehérnél. Ott egymást hozták nehéz helyzetbe Bakos, illetve Bány a bedobásnál. Lévai jön vissza. Tóth. Vissza Szabóig. Most próbálják járatni a labdát a kékmezesek. Tóth Tamás tette tovább. Meg pedig Tóth Krisztián. Ez az akció itt véget ér, de ez pontatlan volt. Bocsánszki Zsolt tenné be a védők mögé. Lévai. Ungi. Marga ér bele, majd pedig Cebe fel tudott szabadítani. És egy nagyon távoli lövés, ami mellé megy. Szabó László gondolta úgy, hogy a térfél közepéről megpróbálja. És most volt, miközben itt járatták a labdát a vendégek, hogy mindenki átlépte a felező vonalat. Tehát minden játékos itt volt a mi térfelünkön 32 percnyi játék után. Most merészkedtek fel legjobban a kis telekiek. Viszont a gól óta, mintha nem is lett volna lehetőségünk a gólszerzésre. Juhász. Cebe. Varga kéri el mellette. Bakos. Nem sokat látott szerintem. Szemébe sütött a nap, de meg tudta tartani még. Mindig nála van. Gringer.
Horváth mellette Kovács is felzárkózik. Vas a földön. Nem volt szabálytalanság, de azért ott hangja volt valaminek, azt hallottuk. Ezen a cipőjébe rúgtak bele Vas Andrásnak. Varga. Juhász. És ott elvesztettük a labdát, az pontatlan átadás miatt. Ez pedig szabadrugás lesz így kifelé. Juhász pedig megkapja a sárgalapot, amit a játékvezető már beígért neki egy jó 20 perccel korábban. Jó 10 perc még az első játék részből. Tóth Tamás most szépen tartotta meg. Lajos megindul egyedül, majd pedig kidobja oda jobb oldalra. Oda a háló. A legkomolyabb lehetőség eddig a kékmezeseknél. Keresztes kapusnak minden esetre nagyon tetszett, megdísérte a társát a próbálkozásért. Szalkai Gábor kirúgására várunk. Juhász felé, aki meg is tudta csúsztatni. Illinger. Kovács. Bent van még, mondom én, de már valóban kipattogott, nem tudta bent tartani. Lévai kéri el. Horváth Kári szépen szerelte. Bány, nagyon szép játék, de egy kicsit volt csak hosszú Vasnak. Jól jött ki a vendégháló, rajta nem múlik semmi. Jól él a játékkal, és több édést is ugye bemutatott már a gólról, igazából nem tehet. Varga kérte el. Még mindig hozhatja, nem zavarja senki, Varga még. Vajna végezte el a szabadrugást. Bakos. Rossz volt Juhásznak. És utána Léva itt csak szabálytlanság árán tudtuk megállítani. És nem volt jó megmozdulás Bakos Ádámtól. Ez az eladott labda. Lévai újra a földön, most nem kap szabadrugást. Ez pedig nem lehetetlen, hiába integetett ott ki Poják. Bány még, lelassult nagyon. És már ott van a térfel közepén szinte a 16-os vonalától, most elküldi keresztbe. Vissza, Juhász nem lő, most az pedig mellé megy. Vajna Martin. Az elővel nem is volt gond, csak az irányjal egy kicsit. Ez nagy helyzet volt, ezt meg kellett volna lőni. Most nem tudott volna szerintem védeni keresztes. Akit ugye az előbb megdicsértem. Itt most ő is tehetetlen lett volna. Onnan illett volna kaput fogni, és ha kaput fogunk, akkor elég nagy de az esély, hogy gól is született volna. Olyan közelről. Nem biztos, hogy tudott volna hárítani a hálóőr. Lehetett volna a 2-0 könnyedén. Most Aszlin Mihály vágta előre. Juhász. Cebe.
pedig Varga mellette. És ha jól látom, akkor az összes makói cserejátékos készülődik, és elmegy melegíteni. Elküldte őket Méhes Tibor. Lehet, hogy csere lesz majd a szünetben. Majd meglátjuk. Szposánszki Mihály fejelte vissza. Juhász. Pedig Varga vissza leghátra Szalkaihoz. Kovács. Öt perc még, ami hátra van ebből a fél időből. Vajna mutatta magát, de pontatlan volt a labda, amit kapott. Nem is tudott vele mit kezdeni. Ungi Máté dobhatja be. Ott a szöglet zászló társaságában. Elég közel van most a sarokhoz. Lévai. És most feljebb tudtak jönni egy kicsit a vendégek. Kovács leghátra. Juhász. Elvesztette. Mosánszki Zsolt piszkált oda. Utána viszont nem tudták a kékek megtartani, és most is eladták. Céltalan volt ez az előre vágott labda. Varga. Billinger. Még újra Varga. Cebe, itt passzolgatunk most hátul. Nem tudunk most feljebb jutni. Horváth. Kovács indult be szépen. Ez viszont hosszú lesz neki egy kicsit. Pedig most úgy tűnt, hogy most tényleg nem volt kint. Ugye több ilyen szituáció is volt addig a meccsen, de hát jó, ott állt a partjelző, higgyünk neki. Lévai nehéz helyzetben van, oda is rugott utána Kovácsnak. Szabad rugás. Térfel közepéről gyakorlatilag itt az oldalvonal mellett. Juhász felé, de ez nagyon rövid volt, megelőzte itt a védő. Szabó László hetessel, és bedobásból lehet veszélyeztetni a kaput. Majd most fut neki, majd pedig behajtotta oda a rövidre, lerántást fújt török játékvezető. Lévai. Horváth piszkált oda. Szabó László pedig nem cifrázta, kirúgta arra a labdát, amelyre állt. Még itt át is szállt a nézőtér fölött. Így várni kell egyenlőre a cserelabdára. Amit onnan a túloldalról kell egészen áthozni a kispadoktól. De lényeg, hogy most már megvan. És lehet folytatni a játékot. Bány, váratlan volt, de pontatlan is. Viszont az elgondolás jó lett volna. És gibasszolni kicsiben most nem tudják a kis telekiek. Ott lezártak mindenkit a hazaiak. Kovács vissza. Ez pedig Bakosé.
Varga. Ez nagy átadás volt, de nem számított rá talán Vajna. Vagy nem volt elég gyors. Viszont még mindig itt van a vendégtérfélen, egészen eddig mi támadhattunk. Most viszont szép szerelés volt ott Kosánszki Mihálytól. Ugyan nála van, Kosánszki Mihálynál. Eladta Ungi. Majd pedig Varga is lemásolta őt, nagy a kapkodás most. Varga. Vast indítja, és ez egy kitűnő átadás. Onnan be is lehetne adni. Vas. Bolondítja a másik hetest, a védőjét, Szabó Lászlót. Nem tudta kibillenteni az egyensúlyából, szöglet lesz. Az utolsó lehetőségek egyike lehet, hiszen a 44. percben vagyunk. Nem tudom, mit látottam akkori csapatkapitány, de odarúgta Lévainak. Ott közelben sem volt Makói. Kovács. Bány kapja teljesen üresen egyenlőre. Most megy rá a védő Tóth Krisztián. És utána Posánszki segített be neki. Tóth Tamás. Vendégdobás. És ebben a pillanatban le is fújt a török Tamás játékvezető az első játékrészt, amely 1-0-val ért véget. Az első 10-15 perc egyértelműen a miénk volt, csak mi támadtunk, a saját kapuj előtt volt a vendég Kistelek csapata, és egészen a 14. percig volt ez az állapot, akkor Bakos góljával megszereztük a vezetést. Utána is voltak még lehetőségek, de most már azért szemmel látható, hogy próbál egy kicsit kijebb jönni a szorításból, a nyomásból a vendégcsapat. Egyelőre kevés sikerrel, nem is volt olyan sok próbálkozásuk. 1-0 tehát a szünet, hamarosan jön a második játékrész, tartsanak majd velünk akkor is.